Várnagy Andrea és tanítványa játszották el az egyik Liszt Ferenc rapszódiát. A zongora művésznő vezetésével egy ötnapos zenei tábor zajlik Alsó-Mocsoládon, ahol többek között ilyen művekkel is megismerkedhetnek a résztvevők. Viktória és kislánya Lotti is nagyon élvezik a programot. Megmondom őszintén, hogy nagyon örültem ennek a kezdeményezésnek, és nagyon boldog voltam, amikor beválogattak minket a táborba. Valószínűleg azért, mert hogy Lotti zenét tanul, én meg táncművész vagyok. Voltam, leszek, mindig is. Életem a zene és a tánc. Úgyhogy nagyon örülök, hogy ide eljutottunk, és már most az első két napban nagyon sok mindent kaptunk ettől a táborból, mind érzelmileg, mind lelkileg, mind barátságokba. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez ezután is folytatódni fog. Igazából minden nagyon jó ez a tábor, mert sok minden olyat csinálunk, ami mondjuk a suliba is segít, tehát mondjuk zenészekről tanulunk, és az segít a suliba, mert hogyha mondjuk majd megyek, akkor már én tudni fogom például. Palándi Máté a határon túlról csatlakozott a táborhoz. Azt mondja, az élmény mellett számára ez egy jó lehetőség a tanulásra, fejlődésre. Várnagy Andrea zongoraművésznő adott nekem egy ilyen lehetőséget, aminek nagyon örülök és nagyon megtisztelő számomra, főleg azért is, mert ezzel együtt is dolgozhatok vele, és fejlődhetek, darabokat tanulhatunk, és szeretném, hogy egyfajta inspiráció is legyen, ugye nem sokan vagyunk, viszont kisebb gyerekek, de akár a szüleiknek is, hogy hát hogyha ebből erőt meríthet valaki, és hát bemutathatom, hogy hogy is telik a gyakorlásunk, hogy dolgozunk, és nagyon örülök, hogy itt lehetek. Várnagy Andrea foglalkozásvezető stábunknak elmondta, célja, hogy megkönnyítse az egyszülős gyerekek zenetanulását. Én évek óta is egész munkásságomban azokat az utakat kerestem, hogy hogyan tudnék kapukat nyitni a fiatalok számára, hogy megismerjék a klasszikus zenébe rejlő értékeket, szépségeket, és én azt hiszem, hogy miután én elértem már a hátrányos helyzetben lévő gyerekeket, akár a fogvatartottak gyermekeit is, egy kicsit egy olyan réteget kerestem, ahol szintén traumákkal élnek a gyerekek, viszont ezek nem annyira láthatóak, és azért egy-egy gyerek, amikor egy szülővel egyedül marad, akkor bizony a szívem mélyén sok-sok sebet hordoz. És hogy mi lenne, hogyha nekik is megkönnyítenénk a zene által, hogy elmondhassák az elmondhatatlant, és az ezzel a kifejező eszközzel könnyebbé tegyük az életüket. És az egyszülős családok egyébként is az én figyelmem fókuszában állnak, és aztán nagyon jó volt, amikor én ezt kezdeményeztem, hogy a zenevarázslat elmehessen hozzájuk, és egy éves programot kezdtünk el Nagy Anna vezetésével, amely úgy próbálja, tehát mind lelkileg, mind fizikailag megkönnyíteni majd az egyszülős családoknak a gyerekek zenetanulását, hogy akár logisztikailag, hangszervásárlás szempontjából is, sőt az egyszülős központban én havonta be fogok jelentkezni, lehet hozzám jönni, akár online módon is, és mögénk állt a Magyar Zeneiskolák Országos Szövetsége, tehát az egész országon belül megkönnyítjük az egyedül maradt gyerekek, az egyszülővel maradt gyermekeknek a zenetanulását. Az az igazság, hogy nagyon szerencsések vagyunk mi muzsikusok, mert amikor valakinek boldog pillanatokat szerzünk, az nekünk is nagyon nagy öröm, hiszen muzsikálni ez a legszebb ajándék. És itt a táborban is azt hiszem, hogy pillanat alatt közösségé formálódtunk. Tehát fantasztikus dolog, én úgy gondolom, hogy minden ember erős, és vannak szituációk, amikor erősnek is kell lenni. De egyen-egyenként nem vagyunk annyira sebezhetetlenek, mint így együtt. Tehát a közösség, az a félelmek és a szorongások ellen is a legeslegjobb orvosság. És azt látom, hogy második napja vagyunk így együtt a táborban, de gyakorlatilag már egy olyan összetartó
csapattá váltunk, hogy mindenki ott segíti a másik munkáját, ahol csak tudja. Ma már verset is írtunk, ma már festettünk, azon kívül ugye a zenetörténeti korszakokon áthaladunk, tehát a barokké volt a főszerep, a bécsi klasszikái, most már a romantika, és hát természetesen az én szívemhez legközelebb álló zeneszerzői Liszt Ferencé volt a mai főszerep, és látható, hogy mennyire magukévá teszik a gyerekek ezt a csodát. Én úgy gondolom, hogy ha sok-sok anekdotával, történettel színesítjük az ő életüket, életük bemutatását, akkor a gyerekek nagyon fogékonyak lesznek, és már meglátják a zeneszerzők emberi oldalát is, és megértik a hangjegyek mögé rejtett üzeneteket. A Liszt Ferenc díjas zongoraművész kiemelte, hogy a gyerekek mellett a szülőknek is jó program ez a tábor. Nagyon örültem, hogy amikor kitett az egyszülős család központ ezt a felhívást, hogy lehet jönni Alsó-Mó családra a táborba, akkor azt mondták, hogy egy pillanatok alatt, pár óra alatt betelt az összes hely. Nekem szívfájdalom volt egyébként, mert a zenevarázslat oldalra sorban érkeztek a kérőlevelek, hogy hadd csatlakozzanak, még ők is szeretnének jönni, de majd természetesen ez arra inspirál minket, hogy még több tábort szervezzünk. Úgy éreztem, hogy most akkor egy teljesen más felállás lesz, hogy legyenek a szülők is a gyermekekkel, és ez mennyire fontos, hogy azért egyszülősként az összes fizikai, lelki feladat azért egyszülőre hárul a hétköznapokban. És hogy mennyire szükségük van itt a szülőknek is arra, hogy együtt beszélgessenek, hogy az ő életük is, az ő lelkük is színesedjen, töltekezzen, és azért hát már tegnap az első nap is olyan pillanatok voltak, hogy egy Pachelbel kánon alatt, amikor gyakorlatilag a zenével imádkozunk, azért amikor vége lett, és az utolsó hangokat meghallgatták, akkor láttam, hogy tele van a szeme könnyel, és olyan áhítat volt úgy az egész estén, tehát hogy én azt gondolom, hogy a gyerek így a szülő vele együtt átéli azt a csodát, ez még inkább egy ilyen közösségi formája őket, és az, hogy együtt énekelünk, hogy egymás társai lesznek majd a kórusban, hát ez szerintem egy fantasztikus dolog, és egy fentről jövő ajándék.